Szavaztok, gyerekek! Üdvözlök mindenkit! Hello! Szép vasárnapot mindenkinek! Ez itt nem más, mint a Crew 2. Because jött valami update, és elvileg kaptunk, hát ez még nem most volt, ez nem is tudom, pár hete, és kaptunk egy pár autót, meg volt, volt kisebb változás is. A garázs terén, mert én tegnap beléptem megnézni, hogy mi a stájsz, és megváltozott a garázs is. Hogy az mióta, hát nem tudom, de biztos azóta, mióta nem játszottam. Szóval ez nekem még új. Két nap után megint kapunk új, de jó. Azt tök jó. Na, közben itt van velem Dante is, mivel vele fogjuk. Nice, időzítés, Feri! Fasza! Nem baj, én mit csinálok itt? Mert nem úgy, hanem hogy... Csirke érkezett! Hello! Ciao, csoki, köszi a csírt! úgyhogy... Ja... indítom közben a gémet. Csak mire elindul az egy év. Meg még két nap. Az na... Ja, az még csak most fog bejönni. Ja. Ja, azt hittem, az most van. Lesz. Nem hinném, kecske, hogy 6 óra crew lesz. Hát, hogy kijátszottam a játékot, azt nem mondanám. Mert a bosszok még nincsenek legyőzve, ugye? De... rajta vagyok. Ma is nyomjuk. Hát igazából már csak ilyen repülős, hajós küldik vannak inkább, mert hát ugye nyilván a... mi a tök? Tehát, hogy az utcai versenyeket csináltuk inkább. Szóval most ezek is jönnek, lesznek. Úgyhogy ja. No, tolom a gémet. Azok... nem hallottatok eddig Dantét? Oh shit. Lol. Mindegy. Annyit mondod, hogy új update fog jönni, meg holnap új kocsi. Akkor jó. Hello, stop. Akkor mint a magamba beszéltem volna. Nem baj. Pedig benyomtam elvileg, de akkor mégsem. Na mindegy. Hát akkor feleslegesen beszéltem eddig. Igen. Nem baj. Jaj. Benyomtam Dantét, igen. Nem, azért ikon... 20-as vagyok talán? Nem tudom. Ikon 20, azt hiszem ikon 20, ja. Mit csak most jösszön a játékot? Mert én úgy azt hittem, hogy... na, mindig. Na. Mindjárt mondom, ikon 29. Hoppá. No. Ugye, mint mondottam volt, tegnap beléptem. Kocsikat úgy átnézegettem, én mondjuk erről leszettem a festést, meg ilyenek. És hát ugye itt nem változott nagyon semmi. Viszont, ez nem tudom, hogy... melyik patchbe jött be, de le lehet menni a garázsba, hangárba és a kikötőbe. Hát ez bent van azóta, mióta kijött a játék, csak nem figyelti. Kajak. Igen. Oké. De hát addig csak izé volt itt garázs, azt ennyi. Nem. Ott volt kajak. A lift végig. A lift azt vágom, hogy itt volt, de hát én nem... és oda belement, és akkor kirakta. Már benne volt a nyílt bétában is. Egyedül a zártban nem volt benne. Akkor csak azóta nem néztem, mióta van hajóm meg ilyenek, mert ugye nyilván igen. Hajóval nyílt meg. Igen. Ó, mindegy, én tegnap így csodálkoztam, hogy milyen jól néz ki egyébként. Tehát ez a kikötöm.
lemész például a garázsba, és ott tudod állítani, ha rámész egy slotra, például, hogy melyik hajódat rakja, ja, hogy ja, így csitjál. Jó, akkor nem szóltam, srácok. Jó, akkor felejtsük ezt az egészet. Kodinak ez új. Nekem ez új. Na, itt látható egy Xbow R nevű autó, vagy nem tudom mi ez, amit kaptunk, ugye? Aha. Nem tudom, hogy ez... Tök viccesen lehet tuningolni. Hogy ez mi? Nek lehet nevezni. Ez egy távirányítós autó. Autó. KTM. Nézzük, mit tud. Még nem mentem ezzel, úgyhogy... Meg wow. Kaptál egy Touring Car Ferrarit, még jó, hogy az utolsó live voltban azt farmoltunk neked, hogy megvedd az Hondát. Nem baj. Aha. Az mondjuk menő, hogy én nyitott. De annyira nem. Ez rendes izé utcai versenyre használják, és ennyi? Aha. Tök jól lehet amúgy tuningolni. Olyan, mint egy quad, csak mégse. Vagy én nem is tudom, minek mondanám. Meghívlak, vagy meghívsz, hogy kell itt a stomma. Itt vagy. Invite crew. 118-as vagy, Jézus, te mennyit játszol? Nem sokat játszottam, az elején játszottam. Aha. Hát a haverom még akivel játszottam, miután te abba hagytad, az aki 300-as ikonrangú volt. Az szép. Na, ugye megvettük múltkor a Ninja-t. Azt hiszem az a múlt részben volt. Ugye megkaptuk ezt az autót. Megkaptuk talán... Ferrari. Ezt a Ferrarit, ezt az FXXK-t. Illetve hajót. Ugye azt hiszem ezt a Blade Runner-t kaptuk még meg, és repülőt azt nem. Tehát kaptunk még egy ilyet is. Egy ilyen ferkát. Ami amúgy nem rossz. Bár ezt a hátsó szárnyat, ezt én soha nem értettem. Bármikor ránéztem, hogy ez így... Hogy ez így mi szeretne lenni. Ez a két kis csülök ott a szélén. Ezt amúgy mindenki megkapta, vagy csak... A season pass-osok ingyen megkapják egy héttel hamarabb. A többiek meg egy hét után meg tudják venni. Aha, aha. Ugye Davelesz, Dante. Ja, ott felnyílik a szárnya. Azt nézem. Hát, nem rossz. Mit akarok? Hogy kell rádiót? Ja, itt. Jó. Rég játszottam már, srácok, úgyhogy nézzetek el, hogyha valami hülyeséget csinálok. Na, menjünk valami versenyt, én azt mondom. Mondjuk, ami még nem voltam. Drag Race, ez még nincs kész. Na, nézzük csak. LA is probably one of the two cities where street racing car culture is king. You win here, you probably make your name nationwide. Cseh, Levi, nem is jött a rész teljesítmény. Nem, meghívtam, ha már fönn van. Jajajajajaj. Hogy akar fordulni ez a fos? Azt sem tudom, melyiket kell váltani, várjál már. Kontrollerni az RB-vel. Ja, vagy tényleg. Ja, tényleg. Hát tök mindegy, mert ugyanaz a gombkiosztás szó. 19 másodpercet kellett tolni. Stay cool with your engine hot and you can win anything. Jó, ma hagyjál már. Hát nem én fogok nyerni, az biztos, de legalább a 19-ek az legyen már meg. Ez tuti megvan. Mert múltkor azt hiszem, ezt nem bírtam megcsinálni. Nem tudom, még keverd. Jövő héten szerintem. De jó, hogy kanyarodni is kell. Jó, ez megvan. Ne. Szerintem pont nem lett meg, bakker, azt hittem, hogy ott a vége.
Érted? Egy másodperc. Úgyhogy azt hiszem jövő héten. Hétköznap. Jöttem volna ma is, csak hát se nem tudtam programlistát. Akit nyilván nem egy nappal előtte szeretnék nektek szólni. Azt elindultál, Dan, te bakker. Hogy a szarba mész. Jó, még nekem kis fostaliska kocsim van. Na, megvan vajon? Remélem. Szóljatok, srácok, hogyha... 16-9. Hallod, 3/10-del voltam lemaradva. Tehát szóljatok, hogyha hangos vagy, vagy bármi, vagy halk. Egyszerűen nem látom, hogy merre kell menni, mert az objektív is előttem van, a ti nevetek is, és nem látom az utat. Pedig csak egy kis kanyar van benne. Hát, köszi. Meg utána egy folytonos jobbos. Hagyjuk nektek előnyt, akkor. Kösz! Menjél! Hello! Ne! 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 Hallod? Neki mentem a falnak. Tudom, nem az volt a baj. De, meglett. Hallod? 6000-eddel? Úristen, jó. Hát az épp, hogy megvan, de megvan. Hát, mivel csapatban játsz és nem hard. Ezért alapból megkapod, ha én bemegyek. Ja, tényleg. Oh shit. You know what? Most hard is megkapod, csak ott... Jó, akkor jaj, nem ide. Van egy motocross Squad X7. Aha, hogy 25-ös szintűnek kell lenni motoromnak, de 17-es csak. Fasza. Van itt egy Switch Offroad, ez valami ilyen nagyobb event? Ez a... Mi ez? Nem teszem be a neve. Ez nem event, ez a boss. Boss fight neked. Ja, az már az. Az már az? Szavaztok, majd jövök. Jó van. Az viszont két versenyből fog állni a... Aha. A Dosszódnak valamiért két versenye van. De ezt akkor adja be, hogyha már van esélyem azért legyőzni, nem? Tehát, hát hogy... ezt akkor adja be, ha elérted a versenyeknek a 75%-et, szóval hogy annyit teljesítettél. Jó, akkor lányom. Nézem a lányot. Le kéne mennem bici. Úgy iszom, mint hennyel lenne. What to do is normally a driver gives me trouble. Hát, I just let go. But your friend's a little too popular for that. So here's the plan: one race, one on one for the whole shooting match. And if I lose, I leave. If I win, you know what? You're on. Easy, gyerekek. Én egyet. Most ezzel a csávóval versenyzek, akivel az előbb dumáltam? Nem. Azt nem is értettem. Hát ez easy win. Júj! Mondom easy win. Hogy lőtt a gyerek? Hú, ott lehetett volna bakker. Jó, ezt a pályát utáltam, mindig belementem ide a vízbe. Ja, jó. Jó, van késés. Igen.
Ez is ilyen egybe lesz az egész verseny? Mert még csak 15%-nál tartunk, nem hiszem, hogy 100 körös lesz az a vége valami össze lesz kötve. Aha. És mész egy-két kört, aztán összekört egy jó, jó, vágom. You think you don't need me? Ez you're szép volt. Na most csak azért is levágom. Think you can pass me and then drop me? We'll see about that. Szavaztok, srácok. Ah, most erre kell jönni. He. I told you that you couldn't beat me. Hagyjál már. Véd. Vagy Vode, vagy mi az? Aha. Igen. Erre gondoltam. I gotta hand it to you. You're hanging tough. Az szép volt. Hogy meg kis srác, figyeld már. Utolni érjelek. Júj. Ez szép volt, Feri. Ő hogy ment amúgy ott át? Tehát, hogy követtem is, én pont nem fértem be. Interesting. Pont, egyébként pont nem fértem be, többől neki vettél annak a checkpoint missed, oké. Na hova dobsz már? Hallod, ez mi ez a játék? Ó, Móni. Hát ez rip szerintem, ezt kezdhetem már most előről. Or nope. Hát még esetleg lesz esélyem valahol visszahozni. Csak az a baj, hogy gyorsabb, mint én. Betlingoltad egyet a járműveidet? Nem tudom. Just a few more miles and then you're gone. Én szerintem ezt resetelem, ezt a gémet. Először nézd meg a kocsiaidat, mert lehet nem is a legjobb autódat dobtad be, hanem ezt az alapszor. Hogy kell innen kilépni? Tököl, mert nyomok mindent. Nyom meg az Y-t. Na, abort. Nyomtam azt is, de nem adott be semmit. Hogy tudok még rakni a performance-ra. Akkor jó. Igazából mindenre tudtam rakni majdnem. Melyik kocsik kellenek még? Mindegyiket feltöringolom. Ahogyan azt illik. Aztán nem lesz baj. Igen. Húha. Erre még semmi nem volt rárakva. Felétek is volt vihar? A éjszaka? Mert itt az... Hajnali 3-kor lecsapott az ég. Csak nő a távolság és a férfi. Ez jó volt. Volt egy kis eső tegnap. Tegnap Győrbe is volt, egy pici. De... éjszaka volt vihar nálunk. Na, remélem át lehet nyomni. Kösz. Na! Akkor majd most, srácok. Most volt. Én fölkeltem majdnem 3-kor viharra. Tök jó. Azért is vagyok egy pöpit fáradt. Alig bírtam elaludni. Volt egy óra, mire sikerült visszaaludnom. Ez a szülye. Én mindig ilyen vagyok, tudom, de hát most jó jött az a vér. Az szép plazma. Ja.
think you don't need me? Berakott a csávó elé, úgyhogy belestem a vízbe, lol. Hát driftelni majd fogunk, hogyha lenyomtam azért. Boss. Gondolom. De most inkább ezeket a versenyeket csináljuk, amik még nincsenek kész. Think you can pass me and then drop me? See about that. A csávó az jó kiszámította azt az utat. Na most nem lépsz le, kis csákó. Ja. Azaz. A változás. Miért még a csávó után? Csávéd! Á, ki akartam lökni. Rohadjon meg. Lefékezett. Valami fának kéne neki lökni, vagy nem is tudom. Valaminek. Az is igaz, kecske. Az is igaz. Annyi fű van, hogy nem látom bakker a sziklákat, hogy minek fogok neki menni. Az ott egy ugrató? Nem. Ez egy lakókocsi. Fasza. Azt hittem, ez egy ugrató lesz. Ne kérdezzétek. Hallott, tesóm? Azt miért vártad, hogy a dombon fölfele egy ugrató várjon? Nem tudom. Ez nagyon jó kérdés, Dante. Jó a pálya, csak sok a köcsög. Hallod, ott a finish! Ne már játék, ne csináld már ezt! És megnyerte. Érted? És most csináltam előről. Faszam, amúgy jó, jó, jó egy játék. Ez megy tovább. Ez hova megy? Ja. You never should have challenged me. Hogy megemelkedik a kocsi? Jaj, nem nyomtam retrit, de jó. Fasza, jó van. El leszünk egy darabig, srácok. 125 000 ponton van, az szép. Sose szerettem az offroadot egyébként, nem is tudom, hogy miért. Hát lehet, hogy 6 órás tesz, igen. Világrekord 5 perc. Kösz. I've gotta tell you, hero. I'm not. Holy Firebird. Cső. Go. I'm gonna be picking you out of my tire treads. Legalább már tudjuk, hogy az erdő közepén, amikor van egy fehér valami, az nem egy ugrató, hanem egy lakókocsi. Minden nap tanul valamit az ember. Tehát ti is, hogyha mentek az erdőbe, és láttok egy fehér valamit, akkor az biztos, hogy lakókocsi lesz. Nem rossz az off-road, csak nem tudom. Csak annyira nem. Mert például a rallit azt úgy amúgy szeretem. De... nem tudom. Crew 2-ben valahogy nem jön át. Nem jön be. Ha még nem egy lakókocsi, akkor gyeti. Vagy egy hóember, igen, nyáron. Végülis, előfordulhat.
Na toljuk neki, most már azt lehagyom rákba. Mert itt valaminek neki megyek, az vége mindennek. Most majdnem annak a traktornak. Megint vihar lesz, az fasza. Én is néztem meg bakker, hogy jön-e még. De hát csak nem. Nézd meg, hogy jön. Hát mint egy Forma 1-es autó. Ott át kell nem. De jó, hogy az egyetlen szikla fák között azt is megtalálom. Jaj, ne is mondd, Panna, itt is olyan jó idő van kint. Amúgy én szerintem megfáztam, vagy nem tudom, mert megint fáj a fejem is, meg nem tudom, ez. Öregedsz már. Ja. Olyan furán érzem magam. Én azért vagyok csöndes, mert előbb keltem fel, hogy mikor a Kodi hívott live-olni, és gondoltam, amíg szenvedő, addig a barátom ne beszél. Most meg lesz. Na ott az a nagy fehér tököm. Na az nem egy ugrató Feri, hanem az egy kibaszott lakókocsi. De van egy jó hírem, mert utána lesz még egy versenyed. Fasza! Remélem ott is lesznek ilyen lakókocsik. Hírem, hogy kapsz majd egy helikoptert, ami irányíthatatlan. Na, az még jobb. De nem tudták megcsinálni a... Ó, hát már nem volt idő, már ki kell adni a játékot. Buzik kerülik ki csak a lakókocs. Meg lesz, gyerekek, meg lesz. Easy. Ha csak nem jön belém egy lakókocsi egyébként. De azon kívül... Easy, mondta ezt Cody a 128. próbálkozása. Igen. Ennyi, gyerekek. Ez easy verseny volt, hát elsőre meg lett. What the hell just happened? There was a deal, Wade. You lose, you vamoose. Time to hold up your end of the bargain. Elfogyott a vizem. No way. Mondom, ezzel versenyeztem, ez a... Csáhova. Anyone hear anything about a deal? I heard you. Kind of a lot of us did. Shut up, you. You didn't hear nothing. Don't try and skip out on it, Wade. All these folks heard you agree to it. Now, are you gonna do the honorable thing? You know what? You're right. I'm gone. Meglátjuk, hogy most motorral, meg izével. Rallycross-szal hogy megy. There's still plenty of road out there. I've gotta tell you. Azzal a piros-fehér ilyen Mazda kupival fogsz majd versenyezni. Vagy abort, vagy mi az fiat. Az, ami ott van, ellettünk. Aha. Ez az milyen autó, off-road? You have to go through me. Come on, Tuck, we got nothing against you. Ugye, Dominik, már rég volt. Miért? Régen is szerették Rook 2-t, amikor volt. Csak csöndes a chat. Sokan vagyunk, csak... Miről beszélsz? Előző izén vagy 500-an volt, akikor itt volt. Hát azért voltam, mondom. Ma voltam. Ez abort, nem? Ja, abort. Azt mondom, annak van jelleg új. Túú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 ú
az lesz az ellenfeled. Ja, én azt hittem, hogy azza. We're gonna see who the real champion. Azért mondom, most is szeretetek, hát én is. Csak rég volt. Mi van? Néztem, hogy elment melletted. Ja? Tehát nem a game mellett. I'm guessing Wade didn't teach you that move. Na, ez de egy jó bele. A pályának tűnik, amúgy. Hát ez ja, igen. Nem szeretem ezt a... azt a versenypályát, amin a legelején voltunk. Inkább ez a ilyen természetbe. Igen, igen. Én is azokat a rallikat jobban szeretem nézni, főleg amikor olyan helyre mennek el, akik készítik a videót, ahol tudják, hogy összekedik a kocsi. Az a legjobb. Ez zsízi lesz. Ez könnyebb, mert ha az erdőbe jól mész motorral és nem mész a fának, sokkal gyorsabb vagy lejtőben, mint ő, hiába lassabb a motorod. Aha.
12 órás crew 2 az. Na, az kéne. 12 óra alatt mennyi ikonig jutnánk? Meg nem mondom neked, mert most lassították a valamelyik update-ben, hogy lassabban lehessen fejlődni. Az tök jó. De úgy fejlődsz amúgy, hogy folyamatosan csináld meg előről a versenyeket? Hát csináld a versenyt, van olyan, hogyha ijesztegeted a sima autókat, ha gyorsan még, ilyeneket, az mind nő pont. Volt, hogy azért fejlődtünk, mert nem tudom hány kilométeren keresztül 400-zal mentünk, aztán átfejlődtem, vagy két szintet. Olyan sok pontot kaptunk. Jó, az a motor csak lassú. Ja, hogy te mellettem ész. Ja, van nitro, amúgy mindig elfelejtem. De mondjuk az logikus, hogy a motorban van nitro. Hát az olyan, mint a hajóban, a víz gyömlőnél jön a nitro. Íj, majdnem mellé mentem. Ó, ilyen izék vannak, Győrné. Ilyen ventilátorok. Elmentem. Ja, hogyha elmegyek mellett, az se baj. Értem. Csak a közelébe legyél. Azaz vagy te. Ilyen kéne a házatok mellé, tehát hogy mindig jó. Nem a házunk mellé, de szobába. De ez nagyon lemaradt, ez mi van? Azért mondtam, hogy a lejtő az sokat segít. Ennyi, így kell stílusosan beérni a célba, srác. Győr mellett, na, mit tudom én. Ú, ez a fekete-fehér motor, ez jól néz ki. Gonna be an awful lot of drivers looking for guidance now. Itt a helikopter. Who's gonna give it to him? Don't be asked me, but I can think of one good candidate right off the bat. Tuck. Who? Me? I'm not sure I'm right for the job. Why not? You know these folks and you know the terrain. Who'd be better? I don't know. I guess. Hell, I'll give it my best shot. At least until someone better comes along. And don't worry, you'll still see me out there. And I see you. Biztos, hogy lesz majd olyan. Mi? A 12 motor kéne ez a Geo Gaster, vagy micsoda. Van, biztos lesz a 12 órásban. Jó, hát az inkább ott szokott lenni. Ja. Ultimate Earned. Ez ilyen halálosabb iramban Dodge Charger, mi ez? Amit csináltál, Evi? Én is csináltam egy pár olyan autót. See, itt a Mazda. It's not about money. And like I told you, it sure as hell isn't about getting your name out there. It's about being lucky enough that we get to do this every day. I mean, if you told me I could make a living at this, I would have said you were crazy. But here we are. Maybe we're not making as much cash as some, but take a look around. Here, there's all kinds of ways to be rich. Kár, hogy nincs benned Supra, annyira jó lehetne tuningolni. Na ja, én is azt egy autót hiányolom amúgy. De én még hiányolom mondjuk egy Evo 9-et, meg egy 10-est is. Meg a GTR-ek. Hol a helikopterem? Menj be a izébe, a offroad HQ-ba. Ja, ott van. Ja. Vagy ott kell átvenni, vagy mi, mert a kocsi olyan biztos nincs. Ja. Offroad HQ. Ez hol van? Hát ez az, nem? De ez... Az ja, van, ez az... Freestyle? Nem. De. Ott van középen, a pálya közepén. Ja! Hülye. Ladát hiányolod? Hol a helikopterem? Oda, ott hátul ott világít. Ott. Get to the chopper!
Man, it would be great to go up in that. But you could see all kinds of amazing stuff. Az majd. Remélem nem tervezik berakni a helikopter versenyt, mert akkor letöröm a játékot. Hát nem egy olyan, mint egy GTA-s irányítása, az a lényeg. Aha. Ja, ezzel megyek előre, ezzel emelkedő. Hát még folyamatosan kell nyomni az emelkedést, meg lefele kell nyomni arra azért. És kanyarodjál vele. Hát felborul az egész. Mi a... Mi a szar? Kölyök fölborult. Hát... Az mondom, nem lehet vele kanyarodni. Hát így lassan lehet, hogyha félig... Hát... Júj. Azért mondom, nem egy GTA-s irányítás, egy kicsit furi a rep. Aha. Jó, szerintem hagyjuk. Hagyjuk ezt a cumót. Milyen verseny van még? Van repülő? Annyira nem szeretem azt a repülős versenyeket. Menjünk egy... Monster truckot. What? Ó, ezekre is van izé. Performance. Erre is. A vége előtt lehetne egy hosszabb kocsikázás, meg jó, nem az egészen át, de tudod. Jaj. Na gyertek, monster truckolni. Ja. Ahogy csináljuk a versenyeket, úgy nyílnak meg az újak, nem? Micsoda? Ahogy csináljuk a versenyeket, úgy nyílnak meg az újak, nem? Új versenyek. Jop. Vagy ha fejlődsz egy szintet, vagy nem is tudom. Na, mindenki GTR-re, meg itt izével. Jó, abarttal. Nem, úgy nyíltak meg a versenyek, ha már ikon vagy, akkor megvan minden versenyet, hogy level up-olhatod, hogy volt ez a alapvető rookie, vagy mi a tököm, aztán... Ja, ikon után már nincs izé, új verseny. Ikon után nincsen, ikon után ezek a tuningok vannak, ingyen autó, meg ilyenek. Ja, akkor... Aha. Ha! Hogy fölborult a kis... Na! Állj már föl! Kösz. Itt egy kis béka. Hát Fiat, nem? Vagy Abarth? Én nem tudom. Hát az Abarth az Fiat, nem? Igen. De nem értek hozzá, szóval... Na, itt vajon csinálok egy pörgő rúgást? Ó, hát vagy a VR-ban, ne! Apukám. Figyeld a pontomat, figyeld! Tadá! Mi a szar? Elmentem a tetején az 5000-esé. Az szép. Azt tudom, hogy kell. Hát volt valahol egy lendületet szerző hely. Itt volt egy 1000-es, most hova lett? Hát lehet felvettem. De hát nem ott van még, mi a... Ezekben a gyűrűkben mindig van eldugva amúgy egy 1000-es. Homokon alig lehet irányítani ezt a fosot. Ott az 5000-es kajak, oda hogy kell fölmenni? Aha, megvan. Vagy nem. De, megvan. Bám! Easy win! Kösz. Ez vagy a Horizon 3? Hát...
nem tudom, őszintén nem tudom. Horizon 3-ba sokkal több autó van. Viszont ebben nagyobb a pálya. Hát ebben meg jönnek be új autók, igen. Nagyobb a pálya ebbe, a 100%. Én inkább megvárnám Horizon 4-et. És megnézném, hogy az milyen. Remélem, abból is kettőt kaptok. Ja. Mert mind a kettő valahogy más. Crew 2 is, meg a Horizon 3 is. Mivel Horizon 3-ban nincsen se motor, se monster. Now you ain't stupid. So I'm guessing you've noticed there's more than one way to make a name for yourself. Nem volt az a hatalmas a videóban, az a hatalmas két értő. Just because you can, don't mean that you have to. You'd rather just tool around. Horizon 4 az a pillanatba fog játszani. Na. Úristen, amikor mondtátok, hogy szeptemberben fog megjönni, ugye szeptember van. Ja, úgy. És mindjárt itt van. Ja. Menjünk egy hajót. Úgyis. Innék most egy kis vizet. Vizezzünk. Megvan repülő motorcsónak, stb. Jaj. Úgyhogy... Ó, ne! Nem update-eltem a csónakomat. Én egy kicsit, mintha túljöttem volna a célom. Húha, hova megyek? Mi történik? Mi a bánat van? Jövök! Ja, a másik baki, amit az elején mondtál, az a hajó, amit neked van, azt azért kaptuk, mert season pass-osok vagy. Aha. És már az elején megkaptuk. Hát én is. Amikor megláttam a legelső trailert, a Horizon 4 ...nek. Hallod? Nekem ott végem volt. Just close your eyes and focus. Figuratively, I want you keeping your eyes on the course. Pedig az talán nem is gameplay trailer volt. De a gameplay is valami rohadt jó egyébként. Nem néztem belőle sokat, csak belenéztem, hogy milyen. Mégiscsak. De Fölfele kell húzni, ugye? Hogy gyorsabb legyen. Jaj. Lefele nem. Vagyis lefele, na. Jó, nekem ez a föl. A hajót föl, na. Hajó elejét kell fel. Division 2-nek rá láttam a trailerét. Egyel sem nem játszottunk. Szóval... Meg azt a Division-t valahogy soha nem értettem. Beléptem, mert játszottam vele. De az is egy izé játék. Beléptem. Igen, beléptem, volt egy ilyen, nem tudom, egy hely, ahol be lehetett menni, és ott ölték egymást, és ennyiből állt az egész. De komolyan nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Még lehet az volt a baj, hogy egyedül játszottam, nem többen. De úgy nagyon nem értettem a lényegét. Jöjj, ti már beértetek? Aha. Tök jó. 90%-nál tartok. Szavaztok. Hetedik lettem. Dying Light 2 az is lesz. Arra nem tudtam. Olyan ismerős, abban mi van abban a játékban? Az ilyen zombis. Nem tudom, az egyesre nem játszottam. De az ilyen zombis. Hoppá, van valahol izé. Tököm. Nem szeretném megkeresni attól. Ja, hát BF-öt. Fölakadtam a hajóval.
És tényleg nekem is van itt valami. Tegnapi boxmérkőzés, ez... Ja, izé! Az... Én azt tudtam, hogy lesz. CSI? Aha, meg hogy minek, meg... Én nem értem azt az egészet. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon nem szólok hozzá semmit. De hát itt van a híd alatt a loot, ez hajós loot. Igen. Kormány vagy crew 2? Kormányt vegyél, vagy crew 2-t? Vagy mi? Hol a loot? Ott a Levinél. És hol a Levi? Most váltottam át hajóra, azt visszadobó. Hol van Levi? Itt balra? Kösz. Na. Miért hát fogalmam sincs. Ha nem ment el onnan Levi. Akkor ezt tudom. Na. Nem deployolni akarom, Móni. Photo opener by. Hát akkor deployolom, accept, azt tudom mi ez. Beer with me. Ja, ezeket kell lefotózni egyébként. Egy medvét. Hát írja, hogy mit kell. Na, én ezt soha nem csináltam még magam, hogy ezekre is ráadnánk. Ezért nem 100% nekem a játék, mert hülye vagyok angolból. És nem fotóztam egyet se. Aha. Mert ez is beleszámít a 100%-ozásba. Sajnos. Alapom volt a hajóm, úgy mindenből. Fasza. Egy kicsit mind a fölborultam volna. De most akkor itt kell fotózkodni egy medvével. Igen, és itt van valahol medve. Pénzlehúzós szar volt? Mind mi? A meccs. Már? Rodi, felismered ezt az autót? Itt a medve! Várjál, mindjárt, csak fotózkodom. Ne, véletlen bezártam. Csináltam egy pár autót, ami ilyen ikonikusabb. Várjál. Tűnt a medve. Kiszedted a izét, hogy lehessen látni az állatokat, vagy mi? Nem, kiléptem, véletlen, visszaléptem fotóba, és már nincs itt. Oh. Ott a medve, miről beszél? Nekem nincs. Hú, ez de majd zébe a kocsi az Underground 2-be. Ja, ja. Amivel kezdesz. És ezt felismered? Hogy ez mibe volt? Hú, ez is van Need for Speed-ben, nem? Aha. Carbon? Nem. Mibe volt ez? Ez a Most Wanted 5. bossa volt. Ja, jó, én azért a bosszokat annyira nem vágom. Ez mibe volt? Akkor ezt nem tudom. Ez vagy, nem tudom hirtelen, vagy az Underground 1, vagy az Underground 2 végjátéka. Uh-huh. Még még egy van, amit kérdezik, hogy még ezt felismered-e. Hogy ez kinek volt a kocsija? Ez a... Mondjad már, a halásiramban kettőbe? Annak a... Ja. Mindig, hát nem, ez a... Mindig ezzel kocsia volt az egyben. Igen. Igen. Ja, nem amikor az, ami a... Nem, azt nem tudtam megcsinálni, mert nem volt hozzá matrica, meg nem lehet úgy megcsinálni a Mazdát, hogy nincs rajta spoiler. Jó. Pedig az izé ez ellen harcolt ugye a kettőben. Igen. Amikor a Mitsubishi harcolt. Jaj. Tudjunk valami versenyt. Mi van még? Már nincs sok ami villog.
The Delivery Air Race. Ez jó hangzik. Úristen, repülők új. Én sem szeretem. Annyira szörnyű volt abba mesélni a kékeket. Milyen kéket? Hát az a kék repülős, mert van a piros repülős, amikor pontot kell szerezni, van ez a kék, amire időre kell repülnöd át ilyen üzék között. Aha. Ez most nem tudom. Ez kék. Hát igen, itt a bolyák között kell majd átrepülni. Milyen kicsi repülőtök van? Azért, mert az, ami neked van, az irányíthatatlan. Hallod, menj már, de nem tudtam úgy kiválasztani másikat. Levi beakadt alám. Ezt most a Forma 1-eset állítottad be? Mit? Van egy olyan repülős, ahol repülővel kell bemenni, de Forma 1 autóval kell menni. És ez az. Igen. Aha. Hát de egy repülőbe... vagy... mi? Van egy olyan, amikor repülővel jössz be a reptérre. Kajak. De... hoztak egy import Forma 1-es autót, ezt az újat, és ezzel kell menned. Ó, ez az új Forma 1-es kocsi. Ja, és ezzel kell versenyezni. De vagy te vagy a Levi, az nem nyomta ki, szóval gondolom, akkor az intrót nézik. Én nem nyomtam. Persze kell rá a GoPro. Igen. Mindent felvegyen. De fogadjunk, nem lesz ott. De ott van. De most már nincs. De ott van. Aha, mondjuk ez egy jó út Forma 1-es kocsinak. Én meg azt hittem, a repülőtéren fogunk majd versenyezni, mondjuk a repülő ellen vagy valamiért. Az szép! Az utána a Forma 1-es autót, hogy összeakadnak a kerekek, amikor izé... Osztrat, miért drifteltem? Csá, Levi! Úgy látszik, követtelek téged. Most nektek is fönn van a GoPro kocsin? Nekem fent van, jobb oldalt. Nekem is. De én még nem látom nálatok, szóval. Jó. Tényleg ma lesz Forma 1? Hol lesz Forma 1? Most valami Ázsia lesz, nem? És van benne kézifék. Belga? Ó, még csak belga. Az szép. Lor repülők. Belga, az fasza. Fölakadtam a kerítés alól. 50%-nak tartunk! So you know, you're starting to cut it close. Better pick it up a little. Ezek a joystick? Kinek? Neked. Aha, néha. Mert? Én azt kikapcsoltam, mikor volt a beta, mert ott kb. 12 órát játszottuk egyhuzamba kis fiékkel, és már fájt a kezem tőle. Aha. Az szép volt. Az igen! Jó ez, hát tele van építve, érted, ez egy mély nyomú hangszoró. Külön abba. Ez egy jó körforgalom amúgy. Ilyen lehetne nálunk is, érted? Ja, azt így átkeresztem. See, did I tell you it would be awesome? Á, nem gyors ez a kocsi. Nem szeretem a Forma 1-eseket, nem ilyen utakra van, a másik meg hát nem nitróval van felszerelve, vagy benyomod a nitrót, az kicsukít a kocsi. Na jó.
Hát én beértem, srácok. De milyen vastag a hátsó kerék, te Jézus. Fú, nem tudom melyik csatornán megy a Forma 1. Előről nem nézte annyira csúnyán, de hátulról annyira ronda. Hátulról, jó. Nincs szárnya, olyan semmilyen. Hát van szárnya, csak így egybe épített. Hát jó, de olyan... Ja. M4 Sport. Akkor ott. Meg a lámpája minek lóg ki ennyire? Tehát ha megnézed oldalról, mintha egy ágyúcső lóg neki, az közben csak a lámpa. I understand taking instruction can be hard, especially when you're érdekes, hogy érted, Forma 1-es autóval mentél, seplő tuningot kapsz. Így lett tök jó kifullozni a repülőgépet. Ennyi. And anything less than perfection won't be good enough. There are no shortcuts here, and nobody gets to the top on their own. Not me, not even you. The new blood needs the old wisdom, and the veterans need to pass on what they know. Now, if you ever call me old, I'll have you run practice laps forever. Your hard work is paying off. You know, I have sponsors asking about you. You're making me proud out there. De indessál valami. Előtt csinálok egy karikát. Milyen szép karika lett. Na. Igen. Monster Truck az olyan, nem tudom, olyan unalmas nekem. Na, Aerobatics! Gyertek, srácok! Fasza lesz! Ó, kisebb lővel megyek, hála a jó égnek. Én is vettem erre külön kis gép. Kicsi! Hát te nagyobban mész, ja, mint mi. Ja, most váltottam. Hát jó, van, na ez több lóerő. Az csak jó, nem? Hát van egy... nagyon nagy lóerős gépem, de valami hányás az egész. Az íd alatt átkerek. Fasza. Megvolt. Looping megvolt. Jaj, fúj, ezt indítottam, be kell menni a városba, meg mindenhova. Low altitude. Case freestyle. Underbridge. Jaj, de jó. Close call. Húha. Hát add már be. Még hány ház fölött menjek el így? Ja, bent kéne a városba. De jó.
még egy perc. Hát ez nem lesz meg a 2500 nekem. Evinek mondjuk meg lesz, nem tudom mitől. Elvileg meg volt, nem Móni? Hát számold már be. Na azért. Hú, itt a házak között jól megcsinálta Feri. Hát most csináltam meg a loopingot, tesóm. Azt miért nem volt jó vajon? Nem tudom, nekem se adta meg elő. Ez mi ez a játék? Na most megadta. Mi érdekes? Pedig majdnem meglett 2500 pont. Hoppá, Icon 31. Fejlődik a Feri. You know, for all that we act out of line sometimes, everyone here has a big heart. If you ever need help, you can be sure that everyone will drop what they're doing and give you a hand. It's just the way that we are. Free spirit doesn't mean selfish. It's exactly the opposite. And if you don't feel the same way, there might not be a place for you here. Sincs holnap. Jó motorcross. Well, then, look who's a big shot all of a sudden. Let me tell you a secret, my friend. I taught you everything you know about motocross, not everything I know. So I'd say my record's safe. Legalább a parkolósába álltam, jó. Úgyhogy szavuk nem lehet. Lol. Ó, hogy fölborultam. Mi lol? Nem tudom, Levi ment előtt, a sette csak eltűnt. Mondom felborult. Hello. Hogy tud világítani, meg miért nem? Más motorja van. Te a csóró verziót vetted, ő meg a drágában. Ja, az lehet. Pont mint én, és csórót vettem. Erre nem telt lámpa. Szaltó? Csak én csináltam? Én is csináltam. Ja. Ha már mondtad. Ú, de jól néz ki ott távolba. Még a kedvenc versenyt fagytam? Hát a sima verseny. Utcai verseny. Én azt adnám, ha a botok is így szarától ingolnák az autót, mint a Most Wantedbe. Nem csak mi. Aha. Az szép. Nem tudom, mi volt az öt. Van ott egy loop, de az erdői meg oda raktak egy bokort, hogy ne láss el semmit. Persze. Kettő vagy az üreg G920? Hát figyelj, attól függ, hogy mivel akarsz játszani kormánnyal. Fogalmam sincs. És tudom, eddőt drag méget vegyem. Érdekes irányításon ebben a játékban, nem tudom, hogy menne kormánnyal. Miért nem próbáltam mondjuk kormánnyal a játékkor? Mondjuk hajó, meg ilyenek érdekes. Vagy mondjuk mondom, a hajó nem repülő. Ez érdekes lenne. Hát igen, mindkettő az lenne a legegyszerűbb. Ú, ez ide hallom, hogy Martin Garrix zene. Ugye? Az hát. Ezt le se tudná tagadni. Easy win. Második lettél. Tudom. Nem baj, de van szarva. Wow, itt van 120.
Ecu, Tires, Suspension. Megint bejátszás. Ah, pont így néz ki a játék. Get on a first name basis with Mother Nature. Ride cross country like I did when I turned 17. You'll see, there's so much more to this place than just the scenes. More than tourist traps built on parking lots. And you've got to come out here and see it all for yourself. North to south and sea to shining sea. It's about what riding this way means. It's about the challenges we take on and what that says about us. You understand? It's about who we are and what we're made of. And it's about testing ourselves against the biggest and baddest thing nature can throw at us. Because there's no point to take in the easy way. Pedig én élném az ilyeneken. Ebből is lenne időjárás változás. Might want to reconsider running with Wade. Wade's all about Wade, not the family and not you. És akkor visszalépett. You may say he's mentoring you, but he's just looking for you to rack up some points and win him a piece. Vége a tusznak. Ó, a repülőket ne, ezt nem. Annyira nem szeretem. A izék azok hol vannak? Ezek a pro racing versenyek. Tudod? Milyen pro racing? Hát ez a touring káros. Azok kék. Kéket keres. Kék autót? Igen. Egy van, az is kész. Vagy kettő. Fasza. Ja, nem van még. Hát én is megjeztem volna. Traditionalists don't realize that every discipline grew out of the same urge to race. The first Grand Prix ran in 1906, the first modern air race in 2003, a century apart, but born from the same drive. Ja, megint ez a nagy fos repülő. Ja, azt hittem, hogy touring kart indíthat. Ja, nem. Csak kérdezte, hát azok meg vannak. Ja. Hát muszáj ezeket is megcsinálni, úgyhogy tök jó, hogy egybeindulunk egyébként. Jóó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 
Hát igen, azért nem azt hoztam. De nekem nincs más. Belső nézetből? Megmutatom, ilyen. Nem sok mindent látok. Ez full izé Budapest Air Race. Mi az? Itt a víz fölött. Track for the win. Van füst, betolom. Pedig utálom. Annyira irányíthatatlan néha a gép. Tied is. Ja, de direkt az nem azt mondom, hogy ott használom. Nem lehet egyszerűen úgy belülni, amikor hirtelen főleg fentről lefele kell menned, amikor a gyors a gép. Pesti a rész menő, hát azt hiszem. Tényleg wrong orientation. Tényleg amúgy még jó, hogy be akarják szüntetni a Pesti Air Race-t, de azért a augusztus 20-ai tűzjáték az nem volt hangos.
azért körülbelül szüntetem a hangos. Aha. És nem bírnak ki egy napot az emberek? Jó, még azt megértem, aki ott dolgozik, pont a Duna mellett. De... Ó, oh, easy, nap. 226 a 244 helyet. Hát nem egyszerű. Az lehet, hogy jól néz ki, hogy vezettem, de nem egyszerű vezetni. Na ez véletlen volt, viszont. Ha már úgyis ilyen szarokat megyünk, akkor állítok a izén. Mint? A pontokon. Tudod, botom lehet állítani, és ott van a repülőhöz. Ne már! Jó, annyi legyen munkaszüneti nap, az kész. De én is a következő ilyen szar. Jaj. Van 240 ezerem, mit kéne bönni? Na, van egy kis pénze már. Hát. You're going after Sophia's high-end record here. There's no room for mistakes, so just let it fly. Bam. Kéne hozni még mindig vizet, azóta se hoztam. Tök jó. Nekem is. Ja, hogy lóerőben jobb, de top speed viszont kevesebb. A nagyobbnak. Ez azon is mindegyik. Tök jó, egybe vagyunk amúgy. Non tetszik. Na, érted, fel kellett repülni. Na. Bele a vízbe. Ez volt a legnagyobb izé. Low altitude. Nesse under the bridge. Csináltam még egyet. Ja, roll! Hülye, én meg azt hittem, hogy mit szélni kell. Szép volt. Annyira szar ez, menj át a híd alatt. Inverted low altitude. Azért fasza lehet így menni. Már hallod, de jó, hogy eljöttem majdnem már be a városba, azt most megint vissza itthoz. Igen, ezért mondtam, ez egy nagyon rossz küldetés. Ha a legalacsonyabb híd alatt akarok átmenni. Mert csak ilyenek vannak itt. Oh, egy meg volt, másodiknak neki mentem. Csinálok gyors egy loopingot. Három ezer 500 pontot kell elérni. Tidi. Ne. Egy hidat gyors, adj már be. Na kösz. Nazi, közel volt. Úgy mindenhez. Szép. Looping. Ha szép. Vagy te. Ha szép lett. Megint under the bridge, nincs outside loop, nincs. Ja. Vágom.
Még ez meg lesz! És beszámolta, de rohadtul itt csak 3500. Én ezt nem tudom, hogy lehetett volna megcsinálni. Épp, hogy meg vagyok. De nekem meg lett úgy, hogy... Jopá. Hát tudod, hogy mi, már van olyan híd, amikor két híd alatt kell átrepülni, hogy két ilyen lapos híd van egymás mellett. Aha, hát azon átmész, és akkor instant megkapod. Jaja, én is azt akartam, csak nekem. Ezzel, amikor egyedül játszottam, és ki akartam 100%-olni ezt a szart, vagy egy órát szoktam ezen a versenyen. Kajak? Non-stopás az az egész híd, utána menjél megint híthoz, aztán... Jaja. Volt, hogy épülettel, érted, ilyen, csak ilyen gyárak voltak, és akkor épület oldalán menjek fel, aztán meg ilyenek. És mit indítottam? Nézzé, utcai. Végre. Nem ezzel jövök. Hát én is nem tudom, mivel menjek. Milyen statú a kocsid? Valami olyasmit hozok akkor. Nem tudtam kiválasztani a GTR-t. Ó, hogy szidjam anyádat. Az indi jól néz között a matchbox. Hát ez az. Ja! Én is gondolkodtam azon, de nem bírtam kiválasztani semmit. Egy esőben tök jó az, hogy így nincs teteje. Aha. Hát Levi szerintem easy win. Vagy te, az a kis szarra, így mész? Hát ez a leggyorsabb autóm. Kajak! Aha. Menj már. Annyira lehet tuningolni? Hát, Kodi, az összes street race ugyanolyan gyors lesz, ha fel lesz tuningolva, csak más hang, más lóerővel. Ja. Ez max azon múlik, hogy... Nézd meg. Max azon múlik, hogy milyen a kocsi, de a végsebessége mindegynek ugyanannyi, csak azért, hogy milyen irányíthatóság, meg ilyenek. Milyen a startolása. De jó, hogy esőben amúgy tökre tetszik. Se. Túlszik ez a szar. Köszi, Osztott! Hát ez sehogy nem gyorsul, ez egy fos így esőben. Meg a játék izéje az a baj, hogy az első méri a botokat. Mondjuk hardra állítottam meg, még eső is van, meg tököm igen, is. Igen, akkor nyerni kell, mert akkor csak a top 1 számít elsőnek, nem a top 3. Aha. Bár Levivel versenyzek, szóval nem lesz gond a top 1-je. Hát akkor nem. Ez gondolom két körös, nem? Ja. Mert egy százalékban van, de egy két azért. Ugyanaz a fáj. Fel kéne menni sok. A jótom mindegyik két körös. Aha. Ja, lehet. Már az jobban elfogadnák, ha egy lapszámláló lenne százalék helyen. Hát, de úgy meg nem nagyon menne. Tehát 1/2, utána 2/2, az kész. Így meg legalább látod. Vagy amikor mész egy kört, akkor kiírná, hogy 2/1-ért. Vagy mondjuk ugyanúgy, mint a bosszantedben, ott van és alatta meg a százalék. Na, vagy úgy. Ma nem lesz Dávid. Menetrendben benne van. Óvassátok el. Olvasni jó dolog. Felcsiátolj el menetrend. Out of Arena. Még a végén kisüt a nap. Móni. Mondjuk amúgy ezt meg lehetett volna oldani úgyis, hogy nem külön hétfők egyszerre, hanem mit tudom én
hétfő, szerda, péntek közös, többi külön hétvége így, és akkor nem kellett volna ennyi szöveg, de... Ja, elég egy embernek is, mert ugyanaz lesz. 8. lettem. De legalább első vagy hátulról. Na jó. Kaptam lila cuccokat. Az a nem mindegy. Váó, wow, szarabb cuccot kaptam, mint ami fönn volt már. Olyat, az legális. Igen. Ebben a játékban minden legális. Ebben minden is. Nem tudom még, hogy lesz egyébként ez a mai nap. Tehát, hogy most crew utána, meg még lesz valami. Kipróbálom ezt a fostalicskát. Rá kéne venni valami szép donéttel, kozit, hogy PUBG legyen. Meglátjuk. Csak nem váltottam át a kocsit. Látom, turingolod azt a kis KTM-et. Uh-huh. Jött, láttam az izédet. Hogy kell tudálni? Az melyik autó? Ja. Lefele, lefele az izé. Annyira jó belemenni ilyen szarokba. De hogy minek kezd a bejátszás. Kösz. Hát nekem is úgy nézett ki körülbelül, mint Levinek, de valamiért ez a nagy szám, ez nekem nem jött be. Nem tudom. Nem kell írogatni, hogy mi lesz, mert úgy az lesz, amit akarok. Ez az autó, ami írtózatosan tetszik. Melyik? Csak elmentem, akartam mutatni, csak elteleportáltál valahova. Jaj, tök házba. Ugye feltuningom ezt a szart. Ó, mondjuk ez így nem rossz. A matrica nem kell. Szerintem maradjon a felni rajta. Hát ez nem... Kecske, ne azt mondjad, hogy tánc legyen. Végre egyszer ráveszem, hogy gondolkodjon a PUBG, ne erre ilyeneket írsz, hogy tánc legyen. Hát akkor legyen tánc. Hú, mi ez a nagy szárny. Mert ezt a kis szárnyat raktam rá. Aha, még az se rossz. Legyen a nagy, ha már kövér, akkor legyen. Kövér, legyen lúd. Ja. Dominik, agresszív vagy, hogy bannolgatni akarsz? Mi? Azt írta, hogy legyen Banhammer csapkodás. Ráraktam mindent, amitől szélesebb lesz a kocsi, meg hosszabb, meg... Mit tudom én. Ez mindig úgy szép, ahogy van. Ez a autó. A Porsche? Mhm. Na, lívelek. Kilívelek. Na, így már egy fokkal. Mondom, hogy szebb, de... Mert nem azt mondom, hogy szép, de szebb lett egy fok. Fúj, Levi, te azt a Form 1-es autót vetted meg? Hogy van arra gusztuson? Melyiket? A, az új. Az új. Nem tetszik. Look at this place. Nothing but rocks and sand as far as the eye can see. Going that far out in the wild, it's unbelievable. Mit indítottál? Nem tudom, meglátjuk.
motort. Ja nem, ez izé, Rally Raid. Uh-huh. Nekem motor van rá. Azon Ford az egy pöppet jobb, mint az a Merci. Jaj, van motorod is. Ó, muszáj volt, amikor úgy voltam vele, hát a szar autót feltuningolom. Muszáj volt mindenre vennem újat amúgy. Kajak, mondjuk ez a motor, ez nem rossz amúgy, lehet én is veszek egyet. Azért jó a motor, mert könnyebb fák között, meg ilyenek között átvenni, mint kocsival. Mekkora led csík van az elején ennek a szarnak. Az szép volt, lövi. Az KTM volt, igen, az a kis csutka. Ez szép! Megbújt a bokorba a szikla, én meg rámentem. Ha van benne egy Nissan, remélem... Basszus, rossz van ez meg. Remélem bele fogják rakni a 350Z-t, vagy ilyen régebb ilyen 36-at. Jó lenne, nem csak ilyen Ferrari-kkal dobálnának. Hát igen. Tuningolnák egy Eclipse-et is valahogy, de Mitsubishi is így benne. Mennyire imádtam a régi Eclipse-t, ezt az egybe lámpásat. Lehetnének még jó kocsik. Jó, hát a Supra-ról már lemondhatunk. Hát igazából az összes Toyota-ról szerintem. Ah, igen. Ott egy Lau. De... Ne... Más még jöhet. A Payback-ben benne van a Supra, abban benne van, ugye? Nem tudom. Szerintem biztos. Csak azért, mert hogy... Ne. Subaru amúgy tényleg, az is hol van. Féltik az izé Suprát, hogy csúnyára tuningolják, azt a PV-be hogy lehet már tuningolni, bakker? Ugyanúgy, mint így. Na de bármelyik játékban most érted. Na ez az. Hülyék, ezek ottól vannak. Nem, lehet nem fizettek eleget, azt azóta baj. Checkpoint missed, az köztesó. Hát de erre jöttem az előbb. 71-es Mustang is mentem bele? Hát lehet, itt sok minden. Na majd a Horizon 4-be ott kielhetjük magunkat. Azt hittem, hogy ez volt a cél. Mert abban az lesz minden is. Nehogy ez is ilyen felhype-olt legyen, az mégse olyan, amire gondolsz. Hát jó. Nagyon hype-olják ott. Bár én még nem játszottam Horizon-nel, szóval nem tudok vélemény mondani róla. Jó egyébként. Sokkal másabb, mint a Crew, pedig az is autós arról játék. Nem jön ki béta? Fogalmam sincs, nem maradtam róla. GTI Golf az. Ti már benn vagytok, 67%-nál tartok. Ló, mit csináltál, Levi? Beelőszeret a cél előtt? Hallod? Mennyi? Hogy jársz te 67-nál? Nem tudom, milyen lassú ez a fos. Bakker Tomcsa, az szép, akkor jobb lást. 1002-es Lada az. Nincs izé. Beat 0333. Ja, de időm se volt, mert nem értem be. Fassa. Well, well. You've made a real mark in the off-road world. Na, hol az off-road itt van? Én is azért szoktam feljárni amúgy erre a játékra haverokkal, hogy egy kis streetet, igaz, hogy már megvan. Meg hogy hypercar, meg ilyenekkel szoktuk inkább. Aha. Jó, bár előzőnek megcsináltuk az összes rally raidet, meg a rally cross-t hardra, szóval azért haladjunk is vele. Hol az a motor? Hát a rally raid-es verdáknál van. Ott vagyok. Ja, a kocsik között van? Igen. Ja. Ez mi Porsche? 190 000. Neked a legjobb van ez a BMW? Ja.
Ducati Hyper. Puzzle legyen. De nincs ez a pontod, amivel meg tudod venni, sem kerül pénze. Nincs. Ebben csak 8 ezer, már elköltötted, mert már csak 8 ezer. Azt mondod, ez jobban megy? Hát mondjuk 60%-nál tartottam. Hát nem az, hogy jobban megy, hanem jobban is megy, a másik meg, hogy könnyebb irányítani, mondom, ilyen fás helyeken, mint a sima kocsit. Ja, kéne menni vele, akkor még egy versenyt. No, nyomjuk már le megint ezt, vagy nem tudom valami. Hát nincs még olyan, ami nincs megcsinálva? Rally Raid. Amúgy, ha megnyomod a startot, és ott van, hogy Activities, ott meg tudod nézni, melyik van megcsinál, like... melyik nem. Activities? Igen, és ott kiválasztod a... az ja. Offroadosat, a Rally Raid, és látod, hogy melyiknél van pipa, melyiknél nincs. Wade, wonder how it's possible to love nature and big animals at the same time. Well, it's a big country and we like to find our way to the roughest, toughest water. Még nem tudok ugye rárakni semmit. That means we need the roughest, toughest machine. Hát igen, magasabb a motor, mint ami a alaptuningai volt, amit kaptál. Hallottam Anonymous-ocka, ha jól mondom a nevedet. Hallottam, kisebb lesz a gépigénye a Horizon 4-nek, mint a Horizon 3-nak. Pedig annak se annyira nagy. Hát jobban lesz optimalizálva lehet. Most úgy tűnik. Ha motoron előre dőlök, akkor nem megyek gyorsabban, vagy valami? Nem tudom, nem hiszem. Az szép volt, Levi. Ja, tudom, hogy Horizon... Mi mit mondtam? Nem Horizon mondtam. Horizon mondtam. Forza Horizon. Mennyi kaktusz? Tök jól lehet rajta átcsapatni amúgy. Kicsit dzsuvás lett a... üzém. Mi ez? Nem kabát. Mellényem. Ez milyen hosszú ez a verseny? 30%-nál tartok. Én is, 32. Jézus. Másfél per. Az szép. Nem baj, legalább sokat fejlődik a motorom. PUBG-ben nem merek így menni motorra. Én. Jaj, berakták a Sunhove-ba. Oké, tökön nem érdekel. Robogót, érted? Alig megy, de robogó. Annyira vicces. Kajak. Egy kis nagyi motor, ja. Na. Nagyon vicces. Akkor az csak arra jó, hogy semmire. Hát mondjuk, hogy megy egy 80, de tök vicces hangja van, ez egy ilyen kis izé. Meg berakták az új fegyvert, a Beryl-t. Ilyen AK-féleség, ez a modernebb AK, hát tudom, amire bármit már rá lehet szedni, itt a rakni köből. Aha. Szombat délután már itthon voltunk. Délig voltunk Győrbe kb. Utána mentünk máshova. Ez szép volt. Győrbe. Hát egy családlátogatás volt. Ja. Mentünk, hol mentünk délután? Valami babot? Kis babot? Valami ilyen... egy faluból álló utcába. Volt egy valami babfesztivál vagy mi. Egy faluból álló utcába. Egy faluból álló utcába. Azt mondtad. Ezt mondtam? Egy faluból álló utcába. Fordítva.
nektek. De hogy ment így előre? Nem ütköztem. Ja, hát az... Van benne valami, hogy akkor gyorsabb vagy. Menj már, itt még erre nem nagyon voltam, de... Levi viszont itt volt mellett, de nem tudom, hogy... Igen, és most itt jövök mögötte. Hát most ugratok egy olyat. Főborult az objektív, majdnem. Lord. Tényleg kim volt az 1033, lol. Igen, tudtam róla amúgy, hogy lesz Subaru Tali. El van. Sem menti volna oda az Opel-eddel. Hát amikor kezdődött kb. Akkor indultunk haza. De... Amúgy se akartam volna menni. Most hát jó lett volna, de... Ne. Még ha lenne bubum, érted, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De tényleg, amikor ilyen Subaru talóra mondjuk odaállítasz az Opel-et, de hogy csak meg akarod hát ez a az. Subarukat, elküldenek a gecibe? Nem, minném. Nem minném, mert meg van hirdetve nyilvánosba, hogy lesz ilyen, szóval... Mm-hmm. Érted? King Dog, köszi a raidet! Üdv mindenkinek! Jó, hát én tudtam, hogy lesz Subaru Tali. Mert azért benne vagyok egy pár csoportban, ahol láttam, mondjuk csak egy. Egybe, azt hiszem. Mindegy, tudtam, hogy lesz. Hello! Roli, miket írkál a cseten? Mi? Vagy ezt te olvasom. Ez hülye volt, mert... Aha! És ez... Uha! Az szép! Jó van! Azt az info! Az a lényeg! Na! Akkor most tudom fel... Sem minden tudunk a gerhíkével. Még mindig too love. Az hogy lett túl lov? Nem tudom, de nem mindegyiknél. Felfüggesztés... De hol írja, hogy... Perf level 70... Mi? Ott van az alap motorszintet 70 valamennyi, ami ott pipa van. Valami 80 vagy. Neked a 65-öseid vannak az alap motorszintet, meg 78, hogy... Csak nem látom, mert a nagy fejed betakarja. Jó van, mindegy. Úgyse még többet van. Ott írja a számát, amúgy ott van, hogy például az EQ-d az 77-es, ha most neked van egy 60-as tuningod, azt nem tudod zárakni egy 77-es, mert csak rosszabb lesz a motor. Ez szép volt. Jaj, motor... Ja tényleg, hogy néz ki belülről ez a mocika? Jaj. Hoppá, még digitális kijelző minden, tököm. Így kéne menni Rally Raidet belső nézőbe, de érdekes. Hát jó, érdekes, meg érdekes. Győrbe voltam, igen, tegnap jöttünk haza, de én nem találkoztam senkivel. Igen, kibarolták. Mi van még? Ó, jó R-Race. Micsoda, az jó. Jó hát. Legyünk hajót, abból is van egy csomó, ami pislákol.
Na gyertek, Móni. Tavaly szeptember óta járok és már ismernek ott, szóval nem ígérnék semmit, de lehet, hogy a GT 86-os vagy R33-os kocsit tudok segíteni beszerelni autózat, és igen. Az nekem is lenne. Igen, mert azt hiszem vágom a csávónak a nevét. De elköszi amúgy. Az szép volt. Ó, hát Bubu az nekünk is lenne. Csak egy üzenet. Igazából. Titkos üzenet. Te teszélyen. Új, új, se hajó. Átugrott engem a bója. Ez a piros. Lenyomta valaki a víz alá, felugrott és átmentem alatta pont. Az a hajó. Asztrodás, mennyi óra van ebbe a hajóba, te? Hát kettő csak a izé. A... mondjad már. Nem teszem. Jó van, de nem tudom. Tudom, hogy keresni. Hajóknál nincsen szélelni, belemész abba a szarba, azt kidobja a hajóra. Hány óra van a játékban? Fú, nem tudom. De a vége a versenynek nem nézem. Hát egy jó pár óra van. Ki lett az első nálad? Levi. Most nálam, te. Nálam mi? Én vagyok az első, látod, és én vagyok a második helyen. Na most már jó. Úgy volt, hogy a Levinek a neve volt fölöttem, de azt írt a neve mellett, hogy kettő. Aha. Ott csak egy R33 volt a nekem, szóval... Look, let me be straight with you. I don't think all these gimmicks are necessary. True professional racing is done on a ground, in a car, on a track. All of this other garbage, this messing around with boats and planes and God knows what else, all of that is nonsense. Sure, it may boost interest in the short term, but what happens when people get bored? How far are we gonna have to go then? If you ask me and everyone should, we should stick to the classics. I'm better at them, man. Nitrózni szoktam. Nem nitróztam. Lehet megint elfelejtettem. Hajóban mindig elfelejtek. Papa John. Az egy vicces verseny, azt mehetünk. Egy jó izét. Hypercar versenyt. Na. Mehet egy hard. Mehet. Jó. Ciao, Geri Közi. Megnézem ezt a Ferkát, hogy mit tud. Ez Hypercar, nem? Nem, ez Touring Car. Az Touring Car. Most mi történik? Gondolom, ja, ilyen intrós. Ja, megnézem, hány órán van. A gaméba. De gyorsan húzza le a játékot. Tök jó. Hol írja? Rainbow-nál itt írja, itt miért nem írja? Hát, Móni.
Game News. Nem tudom, azt hittem, hogy írja ugyanúgy. The stakes are high, but so are the rewards. Winner takes home a Koenigsegg Regera. That's one hell of an expensive car. Jó, but ez the guy organizing the race can afford to... Játékba írja, ó. Az faszom. Ó, hozhattam volna be vizet előtte, baszki! A hány perceset állít? Melyiket állítottad? 6 perc is azt hiszem. De nem, az a világrekord. Hát akkor egy olyan 15 perc lesz. Hát jó, hosszú. Volt. Asszi! Mondom, kihasztam a szélárnyékodat, előzzök, boom autó. Hát igen. Jaj, ez ami átmegy ezen a... Sóföldön vagy mi a tököm, ezt tudod? Mhm. Hú, de jó fék van ezen a szaron. Hát amennyibe kerül is. Hát figyelj, hogyha lenne fölös fél millió, akkor megvenném a 20-80-at. Úgyhogy... Hát Dávidnak biztos lesz, ha ő meg akarja venni. Van, hát vegye. Annyi pénzem nincs, hogy felüljük a biciklimre. Vagyis egy szoba... Egy szoba biciklire. Arra is kéne vennem lámpát, de... Na mindig. Adakozzunk Kodinak lámpára! Nehogy azt higgyétek, hogy zé... aranyásók vagyunk. Nem hiába járok live mellett még néha-néha melózni. Hát ti jöttetek át YouTube-ról, ott az egy több videó. Hát igen. Szóval biciklim, igen. Ha most ez a 220 ember minden hónapban feliratkoznak, akkor semmi probléma nem. Érted? Hányszorosát kerestétek meg YouTube-on amúgy a mostani hol képes? Fogalmam sincs. Az a baj, ott is változó, meg itt is. Donate cél, okay. Biciklire lámpa. Amikor kiraktáltok Donate célnek, mit is raktatok el mind a kettőt? A Magewell kártya volt, ami... Aha. Aztán... Hát jó, YouTube-on ott gyorsabban összejöttek a dolgok. Meg mondjuk az is most a baj, hát most is ugye kormányra... Fele nem jött még össze. De az is a baj, hogy nincs kártyás fizetés, mert valami elszaródott a rendszerünk. Cseh. Mit dolgozok? Hát mikor mit? Apámnak segítek leginkább. A Levi tudja a dolgot, ahol kell levágni. Meg ilyen fűnyírások mennek, meg ilyen most nyáron, hát télen nyilván nem lesz. Ott meg hólapátolás. Ott meg hólapátolás, ez jó. De nem, ne ezt az izét képzeljétek el, hogy tologatósra nyom a izé. Ház udvarán, azt 3 perc alatt kész vagyok. A hatalmas hát hektáros, és ráülsz a traktóra. Nem, hát fűk a szával, toljuk. Nem fáj a hátad? Nem. Ez legalább mozgok. Úgyhogy. Úgyhogy nem is baj. Végülis, tehát... Hát igen, YouTube-on most nincs üdé. De majd lesz. De ahogy nem volt az autózom most. Ja, hát az autózom, igen. Hát azért ennyire nem várom, de... Mondjuk, de mert szeretem a havat, mert lehet keresztbe csapni az Opelnek. Hát, Levi, és ide spawnolt a LOL. Miből szoktunk letolni egy nap? Hallod? Elszédülök ezekbe a kanyarokba.
De te mit csináltál? Ott is van valami rövidítés, vagy mi? Ó, Móni. Itt faltó falig. Ne hagyj, nagyon az operáció. Hát igen. Még benzin nem veszek fel, dízeles, de ja. Ja, hogy hány nézet? Ja, hogy úgy, fogalmam sincs, de ilyen 1-2 órákig el szokott tartani. Tehát nem ilyen kis területeket válunk. Nem mindig, hát attól függ, hogy hol megyünk. De azt nem tudtam, hogy ott is van, levágás. Ó. Oh. Úgyhogy ja, de ez van. Ja, ollót adnának, akkor tovább tartana. Jövő héten szüretelni megyek, 3 napra kapok 30 ezeret napi 5 órában. Nem rossz. Hány százaléknak tartotok? Hát van 5, de mi lecsaljuk a pályát. Ja, az szép. Ezen a pályán van rengeteg olyan rész, ami ki lehet menni és lecsolni egy hatalmas izéket. Hatalmas részeket. Hát én meg... Én izé vagyok, mondjad már tisztességes állampolgár, én megyek faltól falig az úton. Mész a felülúton. Igen. Nem, hát csak ilyen 300-akkal. Néztem pont ma egy videót Facebookon, hogy csávó nem tudom valami Audival ment, mert valami piros, nem tudom mi volt kiírva. A műszerfalra, vett a műszerfalat, 100-tól indult és 370-ig ment. És vette közül telefonnal. Az mondjuk szép, egy perc alatt odáig. Egy perc alatt én 50-ig nem jutok el. Én is születek jövő héten pénteken, de magam csinálom a préslést, meg hordot ötösünk. A szép munka lehet. Közé csír. Láttam az új Bugatti Divot. Arról én is láttam képeket. Sokkal jobban. Hát még most jött ki a Chiron, nem? Nem. É, igen, de már kijött a Divot, de szerintem sokkal jobban néz ki, mint a Chiron. Igen? Aha. Igen, a Chiron rohadtul tetszik amúgy. Nagyon jó szeme van. Ugye küldök neked képet, annak a segge tetszik nekem az újnak. Amíg traktorra amúgy én is jobban ellennék, de hát nyilván hova nem lehet bemenni a trip. Szép volt. Mindenki megy szüretre? Én még szerintem soha nem voltam. Nem mintha annyira érdekelne. Én állásinterjúra megyek a jövő éjtel. Na, mire jelentkezel? Hát a szakmámban itt dorogon a gyógyszergyár Richterben. Ja. Richter Gedeon. Azaz. És ott mit fogsz csinálni, ha csinálsz valamit? Hatóanyaggyártó vagy. Gyógyszerhatóanyag. Tesztelitek az állatokon! Akkor rajtad! Megyek tesztelőnek. Már nincs mit tesztelni. Mit csinál? Már ki izét csinálunk, már nem kell tesztelni ezeket. Ja. Ez ilyen algópirír, most izé... Kalmópirin meg ilyenek, érted? Ami már alapból létezik és van, és ja. Már nem kell mutatni. Én soha nem értettem, hogy mi van ezekben a gyógyszerekben, hogy...
Erre jó, arra jó, marra jó. Richternek van Balaton szemesen szállodája. Igen, tudom! És ingyen mehetünk majd oda! Menj már, engem nem hívsz. Hát az Richternek nagyon sok helyen van izéje. Hát hallod, ha sikerül, annyi izénk van hülye bónuszunk. Ingyen mehetek az úszodába. Hallod, reggeltől estig úszni fogok, bassz. Új Bugatti 5 millió euró lesz, és elvileg 380 a vége. Csak. Ez nem sok. 5 millió euró, én nem sok. Csak 40 készült az, ebből a kis... Nem tudom, nekem jobban tetszik, mint a síró. Na megnézem, mi az a Bugatti. Ott jó, ja. Na most már hallak is. Mi ez Bugatti? Küldtem videó Divo. Küldtem videó DC-re. Nem az. De szeretem ezt a tököm egyet. Nézzük, milyen szép a hátulja, öcsém. 6 másodperc, ja, reklám, azt hittem már. Vannak a képek. Na nézd, én is, mi ez a kosalas cucc. Szerintem, jó, az elején nem annyira szép, mint, bár a Sirónnak nekem nem tetszik az a sok lámpa. Ez valahogy jobban bejön. Hát. De a hátulja szerintem az valami baromi jó lett. Hol a hátulja? Miért nem mutatja? Egy szó. Pörgés bele. Nem tudom, ez az a lámpa stílus, ami a Vulcánnál is van az Aston Martinnál, ez valami állat. Nem rossz. Csak drága. Nem tudom, ez a Chiron, ez... Nekem pont ez a sok lámpa tetszik egyébként. Vagy nem is tudom. Olyan, mint egy bagoly. A hátuljáról hiányolom a spoilert, hogy ennek is kinyílik. Fú, nem tudom. De kinyílik, jajaja. Drága autók, maradjunk annyiban. Mhm. Mondjuk a Chironnak meg a hátulja nem olyan szép. Hát szerintem. Igen, kicsit furi. De az eleje az marha jó. Ó, az Agera R az még mindig best. Hát az a legjobb. Na és azt vajon mivel vették fel, hogy 400-an megy utána valami? Hát Suprával. Mivel mással? It can fly. A 3000 lóerős izével, Nissan GT-R-re. Ja. Hát, figyeljetek. Én azt mondom, hogy egy GS-ra kombiba nem nyújtok mellé. Nem kell 5 millió euró, meg tököm. Egy millió se kell ahhoz. Oh. Event request. Rallycross, na nézzük. Ja, ilyen bagoly autó egyébként. Semmi értelmes tuningot nem kaptam az autó. Agera R még mindig jól néz ki. Főleg ez a panoráma ablak tetszik. Új donate cél Agera R. Igen. Hát hallod, ha egy hónap alatt 50 dolcsi jött össze izére. Ó, hát easy win. Hardra állítottad? Azt vágott, hogy mindenkinek? Remélem Levinek jó a kocsija. Én is remélem. Halló. Ez meg is akartak kérni tolja egyenesbe. De szeretem ezt az... Hát a Levi eléggé előre ment, szóval... Jó, hát azért Nikóval te is más tudsz.
mivel mész, a lancsával? Vagy mi az? Ja. Hát mindenki a Fordot vette, te meg megvetted az, nem látod, hát, a csúnyaságot senki nem vette minden. Mit keresel oly hevesen, mint Marci hevesen? Mi? Feléd lett a kómásra. Az. Megittam már liter vizet. Igen. Milyen hülye hangja van, amikor azok a joystick? Kenyér, frittó, az kéne ide. Na, arra is telik. Mi? Jó. Az szép. Hát Levi megnyeri, szóval nincs gond. Ja, itt voltam előbb mellette, csak annyira belemélyült el, nem tudom miben. Mik a jaké hülye, miért nem nyitottam ki az ablakot eddig, olyan hideg van ki. Ah, elfejtettem. De ahhoz szar idő van, jön az idő, idő. Én nem tudom, azt mondta, hogy ősszel is ugyanilyen meleg lesz. De hogy... Ezt néztem be előzőnek is. Csát, mit csinálsz itt, Dante? Én nem tudom, keresztben megyek. Valamiért ez nekem beleolvad a pályába, ez a rövidítés. Ja, aha. 28.000 lo... mi? Lovas, lovas szeker, ja. Second! Én a vállaló fel, azt mondom végeztem. Olyasmi kevered! Kormánnyal toltad ezt a menetet, Levi? Az szép. Az szép. Kedden 30 fokot mondanak? Az is fasza mondjuk. Izé. Mondjuk. Hozzá be vizet. Azon gondolkodom. Nem akarsz behozni vizet? Hogy... Hogy... Ez már rég rossz. Na mondjad! Hogy most tartunk egy kis szünetet. Programlista az... Mi ez a programlista? Hát Rick 22 az sem most volt. Tehát tartunk egy kis szünetet. Éhes is vagyok. Én is, úgyhogy mondom, előbb keltem, amikor hívtál. Aha. Úgyhogy... Mi a tökön? Na, az szép. Tehát tartunk egy kis szünetet. Utána... Meg... Folytatjuk... Hát... PUBG-val! Lehet, hogy PUBG-zünk egyet. Úgyhogy, ja. Ennyi lett volna a Crew 2. Benny, most mondta, hogy folytatjuk, lehet PUBG-val, lehet nem. Akkor mit kérdezett, hogy Crew 2 lesz még? Tehát már csak ilyen izék vannak. Mi az? Repülős, meg hajós, meg ilyen küldik. Amik hát nem a kedvencem, na mindegy. Úgyhogy... ja, és holnap megjön új update Crewhoz, szóval... De most mondtuk, most. Mi most? Hát, mondta, hogy bocsi, nem volt itt az elején. De mondom, pont most ja, mondtad, most, hogy ja, pont igen, igen, igen. Mással. Úgyhogy valami lesz. Hogy mi... Azt még nem tudom. Majd addig... Még a kaja eldönti Kodiban. Közben lecsúszik. Majd a kaja eldönti. Na, srácok! Addig is egyetek ti is, meg ilyenek. Na, szevasztok. Elosztok.